Fiúk, teljes joggal néhány nézőbe felvetődhet az a kérdés, hogy önmagában ezt a sportágat, tehát a horgászatnak ezt a fajtáját, mint a bojlis horgászat. Ezt miért is hívjuk mi bojlis horgászat? Mit jelent önmagában ez a szó összetétel, és a kérdés nem elsősorban a horgászat szót érinti, hanem magát a bojlit? Sziasztok, én Udányi Zoltán vagyok. Itt vagyunk a Borostyántavon egy versenyen. Többféle bojlit ismerünk, a bojli Angliából ered. Több ízt nekünk mutatni egy bojlit? Egyáltalán mi ez és hogy néz ki? Több ízesítésben van. Ő egy halas, squides, elég erős illatú bojli. Többféle méretben létezik. Ezáltal tudunk szelektálni a halak között, vagy tehát próbálunk szelektálni. Hogy önmagában a horgászatnak ez a fajtája, a csaliról kapta a nevét. Így van, ez Angliából kapta a nevét, ők kezdték el, folytatjuk. Mi folytatjuk, és hát próbálkozunk vele. Ez egy hosszabb távú idejű sport, valamikor napokat ülünk kint. Így van, Andris? Abszolút. Ez a jelentős különbség a könnyű szerelékes és a bojlis horgászat között, hogy itt azért jóval több időbe telik. Valamikor 48 óra. Igen, nem úgy működik ez a horgászat, mint hát mondhatom, hogy eszem első személyben, mint ugye a mi sportágunkban, amik ülünk, 4 órát ülünk, előtte 3 napot tréningezünk egy EBVB előtt, aztán utána 4 órát horgászunk, és kiszámolunk szinte minden másodpercet. Nektek most jelen esetben például ugye 120 órátok van. Hogy kell elképzelni, megérkeztek, és minek láttok neki itt először? Hát először is ugye a kipakolás során ugye elkészítjük a botokat, illetve a rotpodokat, az állványokat, ugye, amire a botokat tesszük, majd utána szépen elindulunk feltérképezni a medret, megkeressük azokat a pontokat, azokat a helyeket, ami a legoptimálisabb lehet, lebójázunk, majd szépen elindul az etetés, és indulhat a móka. És minek tudható be az, hogy aki magát ezt a sportot, a horgászatnak ezt a fajtát kitalálta, ő azt gondolta, hogy ez egy hosszú távon működik. Tehát nem 4 órát kell horgászni, hanem nyilván akár több napot is. Tehát miért van ez a halakat nehezebb az etetésre hozni, vagy szelektálni nehéz? Mi miatt van? Mert ugye a 4 óra finom szerelékes, és a mondjuk 5 nap között azért elég nagy a különbség. Uh-huh. Hát, mint fizikálisan azért 5 napot végig horgászni, a fédeles ez egy sokkal munkásabb meló, hogyha megy a hal, viszont a bojlinak is van egy, a bojlizásnak is van egy olyan oldala, amikor nagyon sok halat fogunk, és nagyon megy a hal, akkor 6-8 óra alatt is akár lehet 10-15 darab nagyobb testű pontyot fogni. Ez attól függ, hogy milyen a hal a kapókedve, milyen idő van, és hogy működik ugye, a csalé. Tegyük hozzá, hogy ti akármilyen halat nem foghattok, illetve foghattok, de mérlegelésben nem számít bele, ez pedig ugye a súlyhatár. Miről is van itt szó? Itt ezen a versenyen 5 kg fölött számít a ponty és az amur, a többi hal az nem játszik. Próbálunk minél többet és minél nagyobb halat fogni, de ez a halaktól is függ. Tehát gyakorlatilag ugye ebben a sportban önmagában már az is egy kihívás, hogy ez esetben a két fogható halra szelektáljatok, hiszen nektek nem jó ugye a kárász, nektek nem jó a dévér, pedig hát ugye ekkora bojlit azért a némely kárászok, dévérek is fel tudnak venni, de nektek ezeket valami módon technikailag ki kell szűrni. Hát persze, hát és akkor még a törpeharcsát is elővehetjük nyugodtan, mert van nagyon sok víz, ahol hát nagyon nehéz, de próbáljuk. Hál' Istennek itt nincs. Ha a két végpont között tennék fel egy kérdést, hogy mi a legrosszabb, legnehezebb, mi a legkínzóbb érzés a bojlis horgászatban, illetve mi a legszebb, akkor mit tudnál erre válaszolni? Neked mi a legnehezebb ebben az egészben? Hát jelen körülmények között egyelőre halat itt tartani, illetve rendszeresen húzni, igen, az egyik, a másik az 5 napot jelen körülmények között és a társaság miatt kibírni. Hát... Parancsolsz? Harmadik társunk, aki folyamatosan vagy dolgozik, vagy főz, úgyhogy ő neki majd szeretnénk kérni egy főzőversenyt a következő bojlis találkozó mellé, illetve hát nyilván azért az eredmény sem mellékes, számunkra sem. Legszebb a halat húzni, és minél nagyobb halat húzni. Bár én azt mondtam az Olinak is, hogy azt sem bánom, hogyha 5 kg 50 dekásból fogunk 30 darabot, az a lényeg, hogy nyilván, tehát az, hogy folyamatos lenne, az szeretnénk. És amit még elmondanánk, hogy azért versenykörülmények között sokkal nehezebb halat fogni. Itt felbojdul a tó,
ha megnézzük a vizet, akkor azért bolyasor van. Nehéz. A versenyen más bizonyítani, mint hogyha mondjuk az ember eljön privátba maga horgászni egyet, és akkor mindig biztos, hogy úgy alakul a dolog, ahogy kell. A verseny nehezebb. Gyakorlatilag ugye igyekszem magad felé hozni a halat, miközben ugye itt most jelen esetben 50 méterenként egy szektor kijelölésre került, és akár több szektoron is át kellene hoznod a halat, hiszen ugye nyilván a szomszédai igyekeznek lezárni bizonyos zonákat, hogy nem persze, ott a hal, persze. Míg ha valaki egyedül kint van, ugye akkor akár hát, a csobbanás is. Hát ha most megnézzük mondjuk a vizet, nem tudom, hogy a kamera mennyire fogja látni, akkor ugye ott a szektorjelölés, és ezért mi a szektort próbáljuk a bójával lezárni, azért, hogy pont ezért, hogy védjük ezt a területet, csak hát ez a halaktól is függ. Megpróbálunk mindent. Mi az, amire esküdnétek egyébként? Beszéljünk akár konkrét termékről. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki megismertetett ezzel a termékcsaláddal, vagy márkanévvel, ezzel a MIG-Bates-el, és ő ismertetett meg tulajdonképpen ezzel a márkával. Horgáztam vele ezen a tavon párszor, és eredményesnek bizonyult, illetve megismerkedve ezzel a márkával azért egy előzetes tesztelés után emellett tettük le a voksunkat, és hát egyelőre, ahogy a Zoli barátom mondta, itt a versenykörülmények megnehezítik a dolgunkat, de természetesen a célunk az lesz, hogy a verseny végére azért feltornásszuk magunkat. Lepjük meg a horgászathoz nem értő nézőket, bevallom őszintén az én csatornámon főképp ilyenek vannak, akik inkább a társasági élet miatt jönnek a csatornára, és nem a horgászat miatt. De nagyon különleges ízesítésű bojlik is vannak. Teljesen extrém ízesítésű is. Nem például pont az oktopuszra gondolok, mert van gyümölcsízű, mondjátok. Igen, abszolút. Tehát most itt a palettából azért egy pár termék itt van nálunk. Az egyik a... talán ami érdekes a lehet. Mandarinka. Ez egy viszonylag gyorsan muzsikáló csali. És ez méretéből adódóan is egy picivel az a kisebb verzió. Nem tudjuk sajnos visszaadni a videónak, de egy ilyen citrusos... Hát ez a mandarin, nem mandarin. Véletlen mandarinka a neve, illetve a fő bojlikból jelen pillanatban talán, melyik van itt? Itt vannak ugye a GSP, a Black Squid, ez ugye ez a tintahalas verzió, illetve amit a Zoli még kiszedett, ha minden igaz. Vannak itt dippelve is, megmutathatsz egy ilyet is. Igen, már készítettünk dippelt verziót is. Mert hogy ehhez dipp is kell, ugye? Igen, hát... igen, van hozzá egy ilyen üveges dipp, és ebbe teszünk egy ilyen tartóban egy jó pár szemet. Az a baj, az illatot sajnos nem tudjuk visszaadni, de nagyon jó. Szinte pácoljátok, ugye? Igen. És hát, látok ott egy tűre felfűzve valamit. Igen, ez már mondom, készül nem a... Bombodvartok. Nem. Hát ő a fűzőtű. Őt így átfűzzük, van egy hajszál előkénk, őt most nem tudom itt megmutatni, mert most előttem nincs. Átfűzzük, és igazából ezt fűzzük, a bojlit, a horogra. És az jelen pillanatban, ha minden igaz, egy extrém fűszeres szilva csali lesz, amit most föl fogunk kínálni. Igen. Tudni egyébként, hogy az avatott horgászok tudják, hogy a vízmélység, vízhőmérséklet, vízmozgás, vízközi mozgás, stb. Mind meghatározza azt, hogy a halnak milyen a kapókedve, a tavak jellege meghatározhatja azt, hogy milyen az ízvilág, ami elsősorban jó. Van a tekintetben ismeretek, hogy ez az adott tó főképp mi az, amit jó használható, tehát az édes íz inkább? Hát itt nem tudom, megmondom őszintén, hogy amivel jelen pillanatban komolyabb tapasztalat volt, ez a Black Squid, ez a tintahalas volt, ami elég sok körülmény között működött, illetve ez a fűszeres szilva, amit továbbra is próbálunk erőltetni. Úgy néz ki, hogy a halak többnyire a víz közben vannak, és próbáljuk lecsalni őket a fenékre. Ugye most szeptember vége van, tehát gyakorlatilag egy hüllővízről beszélünk, tehát a víznek csökkenő hőmérséket, amikor a halak ugye megpróbálnak egy kis zsírt magukba építeni, ezt szerint ennek megfelelően ugye szeretnek táplálkozni is. Tehát a vízközből meg kell őket próbálni lehozni fenék közelbe, hiszen nyilván vízközben nem fognak táplálkozni. Így van, illetve nem egyszerű a helyzet, mert a tegnapi nap folyamán ugye esett az eső, jóval hűvösebb idő volt, majd a mai napra megint megkaptuk a napsütést, ami most azt mondom, egy kis enyhe északi széllel fűszerezve, úgyhogy próbáljuk kinyomozni a... Igen, ráadásul ugye ez a szél most jelen esetben a tósekély víz rész a mély felé megy,
hát a túloldalon ugye várják szeretettel halakat. Hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, azt gondolom, hogy aki a magára a bojlerót valamit tudni szeretett volna, nagyon értékes információhoz juthatott. Köszönöm szépen nektek. Mi is köszönjük. És sok sikert. Köszönjük szépen. A negyedik borostyántavi boris találkozó eredményei 48 óra után a következők. A pillanatnyi állás szerint első helyen az FT Team áll 81,909, azaz nagyjából 82 kg fogott hallal. Második helyen a Mike Bates csapata áll 62,5 kg hallal, harmadik a Sky Bates csapata 50,3 kg hallal, negyedik a GSB Hungary Carp Team 43,8 hallal, ötödik a szélhajtóküszöb team 41,645 kg hallal, hatodik a Sako Carp Team 38,645 kg hallal, szinte gramra ugyanennyit fogott a szuper csapat a hetedik helyen, a Final Bates csapat nyolcadik helynál 36,9 kg fogott hallal, kilencedik a Hungary PTK csapata 20,8 kg hallal, és tizedik helyen a Blackfish team áll 16,775 kg hallal. Az első 48 órában a csapatoknak, azaz a 20 csapatnak 58 darab halat sikerült megfognia, melyeknek az összesített súlya 8,5 kg hiány éppen 500 kg. 24 óra múlva találkozunk a holnapi délelőtti mérlegelés után, addig is kellemes éjszakát kívánunk a horgászoknak, meglehetősen aktívot, holnap találkozunk, sziasztok!